volt a gond a régi rezsimmel. Nagy segítséget nyújt a gazdáknak az ingyenes talajmintavétel, ugyanis ennek az eredménye feltérképezi a talaj szerkezetét. A magyar kanizsai Körmöci Péter több éve igényli a mintavételt. Földjén a foszfor hiánya okozott gondot. Én használok istállótrágyát, meg használtuk a mappot, ami hát foszfor alapanyagú, de hát jó van, azt mindjárt nem lehet észrevenni, ezt idő kell, mire ezt tett mindet. Észreveszi az ember. Szántóföldi növények esetében 30 cm-ig, évelő növényeknél 30-tól 60 cm mélységig vesznek talajmintát. A szakemberek elmondása szerint 4 évente érdemes elvégeztetni a műveletet. Tápanyagtartalmat néznek elsősorban, a fő elemeket nézzük, a nitrogén, foszfor, káliumot, de sok esetben oda kell figyelni a mikroelemekre is, például a cinkre, mert mondjuk a cink jellegzetes hiánytüneteket mutat a kukoricának a kezdeti fejlődésén, a levélnek a csíkosodása jelzi azt, és néha a gazda arra gondol, hogy nitrogén hiányos a növény. Magyar Kanizsa önkormányzata a héten meghirdette az ingyenes talajmintavételt a helyi gazdaságok számára, a községben lévő földeken, saját és bérelt parcellákon, az állami földeket is beleértve. Azok a termelők, akiknek vagyonadó hátraléka van, annak törlesztéséig nem élhet az önkormányzat által finanszírozott ingyenes szolgáltatással. Egy bejegyzett gazdának joga van élni ezzel az ingyenes talajminta elemzéssel, 5 parcellán úgymond, amely darabonként egy-egy parcella nem lehet nagyobb 5 hektárnál, mert akkor az már ha nagyobb, akkor plusz még egy mintának számít, tehát így kell átszámolni a gazdának, hogy mely parcelláról szeretne mintavételt készítetni. A jelentkezésekhez szükséges dokumentációnak tartalmaznia kell az adott parcellák pontos kataszteri számát, az előre előkészített 4 éves vetéstervet, az igénylő személyi számát és gazdasági számát. Az Entei Mezőgazdasági Szakszolgálat munkatársai végzik az igények begyűjtését. Jelentkezni a szakszolgálat 024 811 846 vagy a 062 785 528-as telefonszámon lehet az adott mennyiség betöltéséig, de legkésőbb október 31-éig.